Az elmúlt év végén alakult meg Tolnán a forgalomszabályozási munkacsoport. Jogszabályi előírás, hogy az út tulajdonosának, kezelőjének 5 évente felül kell vizsgálni a kezelésében lévő utak forgalmi rendjét. A városvezetés tavaly ősszel hozott határozatot ennek elvégzéséről. Tapasztaljuk, érzékeljük nap mint nap, hogy az elmúlt években nagy mértékben megnövekedett városunkban, településünkön is a forgalom. Elsősorban itt a járműforgalomra gondolok. Ezt ugye nyilván az infrastruktúra fejlesztése nem tudja követni, ez parkolóhelyekbe, az utak szűk kapacitásában mérhető, ezért ugye nem csak jogszabálynál élve, hanem azon gondolattól vezérelve is, hogy hogyan tudjuk az alapcélkitűzésnek megfelelően, hogy minél biztonságosabban, zavartalanabbul, gyorsabban és a műtárgyak műszaki állapotának megóvása mellett a forgalmi rendet áttekinteni, illetve szabályozni, módosítani ott, ahol kell, hogy ennek a célkitűzésnek, amit felsoroltam, eleget tudjunk tenni. 6 körzetre osztották a várost, és az utcák bejárása az elmúlt időben megtörtént. Az előzetes felmérések eredményeit értékelték a munkacsoport tagjai. Minden egyes szemle után egy írásos összefoglaló készült, amik ugye minden értekezlet kezdetén kiértékeltünk. Ma egy záró megbeszélést fogunk tartani, amikor egybe áttekintjük az eddigi szemléknek az eredményét, dokumentumait, véglegesítjük a javaslattételünket forgalomszabályozás tekintetében. Néhány utca tekintetében, itt elsősorban a szűk, kétirányú forgalom számára nehezen járható utcák, ezekben egyirányosításokat fogunk javasolni, bizonyos területeken várakozni, megállni tilos táblák kihelyezését, ugyanakkor más helyeken parkolók helyek kijelölését, létesítését fogjuk javasolni. Néhány helyen elsőbségadás tábla helyett stop tábla kihelyezését fogjuk javasolni. Hát is több apró észrevételünk van, amivel talán lehet finomítani, biztonságosabbá tenni a forgalmat településünkön. A felmérések eredményeiből munkaanyag készül, ami a szakmai szervezetek elé kerül megvitatásra. Mielőtt a végleges döntés megszületne a forgalomszabályozásról, lakossági fórum keretében a hivatal egyeztet az állampolgárokkal is. Fogunk kérni egy külső szakértőt, aki ezt a tanulmányt át fogja szakszemmel is tekinteni. Ennek eredményét követően szeretnénk egy lakossági megismertetést, egy fórumot tartani, amikor kifejtenénk, hogy milyen javaslatokat dolgozott ki a bizottság, azok mögött milyen mögöttes gondolatok vannak, milyen jogszabályi hátterek vannak, miért tartjuk fontosnak azokon a helyeken a forgalom szabályozás módosítását, és ennek a végeredményeképpen esetleges újabb javaslatok, gondolatok beépítésével fog majd március hónapban a képviselőtestület elé kerülni. Abba még a mi csoportunk nem döntött, abba nyilván majd valami javaslatot meg fogunk a mai nap fogalmazni, hogy egyszerre történjen a bevezetés, vagy szakaszosan. Nyilván itt is a szempontokat mérlegelni kell, hogy mi lesz a célra vezetőbb. Viszont a bevezetés stádiuma után a munkacsoport folytatja tovább a tevékenységét. Úgy beszéltük, 3 havonta mindenféleképpen értékelni fogjuk a változtatásokat, illetve általánosságban a forgalmi helyzetet a településen. Újabb ötletek, problémák felmerülése esetén igyekszünk a mi javaslatainkat kidolgozni. A mostani ajánlások sem végleges döntések, mondta Berta Zoltán. Az életnek kell visszaigazolni gondolataink helyességét. Amennyiben ötleteink nem igazolódnak vissza, módosulhatnak, vagy adott esetben visszaállítjuk majd az eredeti állapotot, tette hozzá az alpolgármester.